Kevesen tudják, hogy Dobó Istvánnak, az Egrivár hős védőjének nem csak Egerben, de a mai Kárpátalja területén is nagy kultusza van. Az ungvári járásban évről évre szerveznek fesztivált az egykori kapitány tiszteletére, idén már negyedik alkalommal tartottak dobófesztet. Ebben az évben azonban két naposra bővítették a rendezvényt, és nem csak Császlócon, hanem Szerednyén is ünnepeltek. A szervezők szerint napjainkban különösen fontos az összefogás demonstrálása, hiszen az ukrán parlament szeptember elején olyan gyalázatos kisebbségellenes oktatási törvényt fogadott el, mely megvonja az anyanyelven való tanulás jogát a magyaroktól. Nagyon-nagyon fontos az, hogy összefogást lássanak az emberek, lássák, hogy igenis merünk kiállni, és merünk a hagyományok mellett voksolni, és merjük azt mondani, hogy mi itt a közösségért vagyunk, és a közösséget szeretnénk tovább építeni. Császlóc polgármestere szerint a kárpátaljai magyarságnak a nehéz helyzetekben Dobó Istvánról kell példát vennie. Mint mondja, az ottani embereket a Málenki robot, majd az azt követő szovjet diktatúra sem tudta térdre kényszeríteni, és az ukrán politikusoknak sem fog ez sikerülni. A fesztivál pedig ékes példája az élni akarásnak. Amikor a fesztiválhoz készülődtünk, hát nagyon keserű szájízzel készülődtünk, de mindig visszacseng a füleimbe az, hogy Dobó István asszonyokkal és gyermekekkel védte meg az Egrivárat, tehát mi is meg fogjuk védeni a magyar nyelvünket és a magyar oktatást. Hogy mi lesz az ára, nem tudjuk, de megvédjük. Dobó István azért vált az összmagyarság nagy várvédőjévé, mert nem félt. Én azt üzenem a minden kárpátiai magyarnak, ne féljen, hisz mi itthon vagyunk. A történetírás szerint Dobó István 1502 körül a mai Kárpátalja területén, az Ungvárhoz közeli Szerednyén született. Míg Császlócon csak földbirtokai voltak a nemesnek, addig Szerednyén már borospincéket is vájatott a török foglyokkal. Ezek ma is látogathatóak, a medűt pedig maga Dobó mellszobra vigyázza az egyik helyiségben. A mostani fesztiválra a vidék magyar boros gazdái is ellátogattak. Fontosnak tartom azt, hogy bemutathatom a boraimot, száraz boraimot, félédes borokat készítünk. Turistákat ide szeretnénk vonzani, ezért sok munkahelyet teremtenénk. Több turizmussal is foglalkozunk, mint benei lakosok. És ez az embereknek egy kis munkát ad, plusz jövedelmet. A borászok mellett mindenki megtalálhatta a kedvére való szórakozást. Akadtak olyanok, akik a fellépéseket nézték, mások kézműveskedéssel vagy éppen gyermekjátékokkal, esetleg a napjainkban oly ritka csúhéfonással töltötték az időt. Már el is tudott tépni, kis ügyes. Ez kis papucs, de ez még a formán szárad, és amikor már leszedem, másnak megszárad, akkor így néz ki. Ilyen. Ilyenekre rá kell így szőni a harisnyát, és még levelet is kell csinálni. Az augusztusi Bercsényi Fesztivált követően a dobónapoknak is az a célja, hogy az egykori kárpátaljai vármegyék rendelkezzenek saját hagyományőrző programmal. Ez a Dobó Fesztivál, ez immár Ungvári járásnak lehet egy nagy rendezvény sorozata, ami akár a kulturális, turisztikai tevékenységre is kihat, és hosszú távon gazdaságilag is profitálhat belőle mindkét település. Néha visszaálmodjuk, ami elmúlt, és az álom nemigen változtat rajta. Írja Gárdonyi Géza az Egri csillagokban. Az idézet a napjainkra is igaz, hiszen a kárpátaljai magyarság minden időben kitartott, és ma is kiáll a nyelve, a kultúrája és a hagyományai mellett. Már csak 16 évfolyam társ vett részt az egykori székelykeresztúri tanítóképző véndiák találkozóján, ahol idén mi is ott voltunk.